a napszemüveget, csak azok viselhették bátran, akiknek nem volt semmilyen dioptria korrekciójuk, bár most már lehet napszemüveglencsét dioptriánsan is kérni, de az utóbbi néhány évben, ami nagy sláger lett, az olyan szemek kellettek, amelyekhez külön, tehát ez egy optikai szemek kellett, amihez külön van napszemüveglencse előtét, amit egy mágnes tart rajta. És hogyha ezt így ráteszük, akkor ez egy teljes értékű napszemüveg, úgy, hogy mögötte megvan a megfelelő dioptriás korrekció, tehát biztonsággal lehet használni egy ilyen szemeget azoknak is, akiknek utcai viseletre, távoli korrekcióra van szükségük. Ezzel megvan a napszemüvegtől elvárt fényvédelem és az éles látás is. A megnövekedett UV-sugárzás és a gyakran jelentkező fényérzékenység miatt egyre többen hordanak napszemüveget. Szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy ne csak divatszemüvegként hordjuk, hanem megfelelő védelmi hatása is legyen, ilyen például az UV-szűrés. Számos olyan funkcióval kell bírni egy jó napszemüvegnek, ami megkönnyítheti a mindennapi viselést. Például a polarizált lencse, az kifejezetten kényelmes viseletet tesz lehetővé vízparton, illetve autóban való vezetéskor. Tudnélik, a polarizált lencse azon túlmenően, hogy tökéletesen kiszűri az erős sugárzást, meg az UV-t, még a vízszintes irányba jövő zavaró fénysugarakat is kiszűri, tehát sokkal tisztább látást biztosít, mint egy normál leszínezett napszemüveglencse. Nagyon fontos, hogy a napszemüveglencse az torzításmentes legyen. Sokan panaszkodnak, hogy az innen-onnan beszerzett napszemüvegek esetében fejfájás meg szédülés van. Ez egy normális optikai napszemüveg esetében nem fordulhat elő. A szakember hozzátette, a választásnál nagyon fontos a színhelyesség is, hiszen a célunk, hogy hunyorgás nélkül tisztábban lássunk. Ma már többféle lencses színnel kaphatóak a napszemüvegek. A márka és a forma mellett erre is fordítsunk figyelmet, hiszen nem vagyunk egyformák. A szemünk és a látásunk is különbözik. Nőknél a cicás forma nagy méret dominál, egyre nagyobb modellek vannak most már, amelyeket teljesen eltakarják a szemet és az arcot. Ennek amúgy praktikus szempontja is van. Tudnék, a napszemüvegnél az a lényeg, hogy ne süssön be mögötte a nap. Ha csak egy pici keskeny keretet viselünk, akkor a mögött még besüt a fény. A nagyobbaknál vagy, amelyek íveltek az archoz, azok a sportosabb keretek. Az íveltebbeket inkább a férfiak keresik. Ott pedig az van, hogy úgy zár le, hogy lényegében panoráma hatást nyújt, mert az egész lencse lefedi a szemet, és akkor nincs benne holtér. Tehát oldalról is tisztán látok, meg szemről is tisztán látok. A szakember szerint néhány ezer forintért nem lehet, de 20-25 ezer forinttól jó minőségű, garanciával rendelkező terméket tudunk vásárolni.